Sziasztok! Mi történik, ha szemetes lesz a fényezés? Megmutattam, hogy lehet kiszedni belőle. Kovax Tolkatta. Ez egy csiszolótömb és hozzávaló száraz technológiás papír. Többféle szemcsefinomság van, én ezekkel fogok dolgozni. 1500-2000-3000. 1500-ösre kell kezdeni. Teljesen egyszerű, ez egy ilyen öntapadós cuccos, és ez szárazon elkezdett csiszolni. Egészen addig, amíg el nem tűnik a szeméttalp. Kettők már nagyon halvány, most át fogok váltani 2000-esre. Szépen átváltottunk a 2000-es csiszoló matricára. És amikor már ilyen, majdnem jónak tűnik, akkor még 3000-essel még egyszer visszafinomítod. Én be fogom húzni 3000-es vizessel az egészet, mert elfújás is van. És akkor majd megmutatom a végén, hogy milyen lett polírozás közben. Után akarom mondani, nem közben. És meglátjátok. Minden felületet kell, hogy kapjál. Én le fogom majd 3000-ezni, vizes 3000-rel. És akkor majd jelentkezek. Nagyon jó kis cucc. Ez a tdpolirshop.hu-tot tudjátok megvásárolni. Én nagyon megkedveltem. Ez is egy kis újdonság volt számomra, de nagyon tetszik. Régen a 3M-nek volt ilyen bélyegje, de az nem volt ilyen hatékony. Ez egy hasznos kis cuccos. Be van 3000-esen mattítva, teljesen. Éleknél nincs, hogy jött, ne kopjon meg. Na és hát ilyen lett a vége. Szerintem nem rossz. Sőt, jó.